Szóval, ugye most lehetett látni, hogy léteznek a világban ilyen naplók, igazából beteg naplót vezet minden hemofiliás, köteles, hogy vezessen valamilyen formában papír alapon, és ahogy az egészségügyi dolgozóktól tudjuk, nagyjából körülbelül a 10% a hemofiliásoknak, aki ezt precízen vezeti. Nagyon sokan össze-vissza utólag. Igazából azért is, mert a betegek igazából nem érzik ennek annyira a hasznát. Tehát nincsen egy olyan használnak az egésznek, hogy vissza tudná nézni, egy idő után már túl nagy az egész előtt halom, kényelmetlen, kellemetlen, csak egy plusz nyű, de kötelező, és az orvos nekem, hogy pecsételje. És gondolkoztunk, hogy mit lehet tenni azért, hogy mégiscsak egy olyan rendszer alakuljon ki, amit az emberek szívesen használnak. És ugye a technológia most már megengedi azt, hogy elég gyors, okos telefonok vannak, ami lehet rögzíteni igazából ugyanazokat az adatokat, amiket a papír naplóban átláthatatlanul lehet rögzíteni, és ugye megpróbáltunk egy kis csapatot, szedtem én össze, én amúgy közgazdász vagyok, de ugye családi kötődésem van a hemofiliához. Jött egy lehetőség, hogy lehetett pályázni egy ilyen állami Európai Uniós pénzre, Magyar Fejlesztési Bankon keresztül, mert egy ilyen szoftvernek a lefejlesztése azért nagyon sok pénzbe kerül. Ez sok milliós projekt, de ezt nyilvánvalóan sem saját forrásból, sem a baráti kör forrásából ilyenre nincsen lehetőség, hogy meg lehessen csinálni, de jött egy ilyen nagyon jó Európai Uniós Unión keresztül, de Magyar Fejlesztési Bankon keresztüli projekt, ehhez viszont össze kellett szedni egy kis csapatot, szoftverfejlesztőket kerestem, én magam is dolgozok majdnem főállásban ezen az applikáción. Megpróbálom a lehető legrövidebben bemutatni, hogy mit szeretnénk igazából csinálni, és a jelenlegi elektronikus naplókból megpróbáltuk összeszedni mindenhonnan a legjobb tulajdonságokat, és hozzátenni a már sokat emlegetett PK-görbét is, hogy mégis használjuk ki azt, hogy személyre szabottan ez a lényeg, hogy egyik hemofiliásnak 4000 egységgel, másik hemofiliásnak 1000 egységgel ugyanannyi időre, és ezt teljesen személyenként eltérő, és nem elég csak az, hogy egy előző konferenciánkon egy orvos is volt, hogy mondta, hogy az alapprotokoll az, hogy hétfő, szerdán, pénteken beadja a beteg a gyógyszert, de nagyon sok betegnél vasárnap vérzés történik, ezt nem én mondom, ezt az orvos mondja, a szokéves tapasztalatával, vasárnap akár spontán bevérzés is történik, mert ugye a hétfő, szerda, pénteges kezelés azért jó, mert ezt könnyen megegyezhető, könnyen megszokható, viszont valami probléma van ezzel, hogy a péntektől hétfőig az egy túl hosszú időtartam, és nagyon sok betegnél ott már leeshet a vérfaktor szint ebbe a veszélyes zónába, amikor már annyira alacsony a százalékos koncentrációja a 8-as faktornak, 9-es faktornak, vagy a hiányzó faktornak, ami már tényleg akár életveszélyes is lehet. Egy fontos pontot kiemelnék innen, hogy ki szeretnénk váltani a betegnaplót elektronikusra. Már így mondtam, hogy mennyire nem nagyon szívesen használják a betegek a papírnaplót, és a mobiltelefonok meg most már egyre jobban hozzájöttek az emberekhez, főleg a fiatalabb generációban, de az idősebbek között, édesapám is elmúlt 60 éves, és folyton mobiltelefon a kezében van. Tehát nem azt mondom, hogy ez mindenkinek, mert közöttünk is van egy hemofiliás, akinek nincsen okostelefonja, de nagyon sokan egyre többen rászoknak az okostelefonra, és már nem szeretnének minden papíron használni. Nem tudom, hogy utaztatok-e repülőn az utóbbi időkben, hogyha kimegyünk a reptérre, akkor nem azt látjuk, hogy az emberek a kinyomtatott beszállókártyákkal szállnak be, hanem megnyitják mondjuk az aktuális légitársaságnak az applikációját,
azon ott van az a bárkód, amit leolvassatnak, és a mobiltelefonjukat nyomogatják oda a beléptető kapukhoz. Tehát egyre jobban vonatjegyektől kezdve mindenhol terjed az, hogy digitalizálódjon a rendszer. Nyilván azért is digitalizálódik a rendszer, mert aki használja, miután használta, én is először óckodtam attól, hogy nem jobb az, hogyha papíron kinyomtatom a repülőjegyemet, de miután elkezdtem használni azt, mert volt egy olyan munkahelyem, ahol nagyon sokat kellett utaznom, hogy a mobiltelefonomon használhassam a ne kelljen kinyomtatni, és a mobiltelefonom mindig kéznél van, mindig nálam van, ott van a naptáramban az utazásom, nem fogom elfelejteni, látom, hogy mikor indul, stb. Tehát megtapasztaltam ezeket a gyakorlati hasznait, és utána már önmagamtól használom, nem kötelez senki engem arra, hogy használom a mobiltelefonomnak a naptárfunkcióját. Na most ugyanígy ezzel a hemonaplóval is azt szeretnénk elérni, hogy miután a betegek elkezdik használni, akkor lássák azt, hogy ennek tényleg van egy gyakorlati haszna a hétköznapokban, és nem kell, hogy kötelezzék magukat, vagy az orvos arra, hogy ezt használja. És másrészt, hogyha minden jól megy, a KOK rendelet, tehát a kontrollált otthoni kezelés jogszabály rendeletnek a módosításával, akkor ezt törvényileg is ki fogja váltani a papírnapló. És ezt az orvosok is, tehát az orvosokkal több orvost is belevontunk a fejlesztésbe, ennek az orvosok is nagyon örülnének, mert rendszeresen probléma az neki, hogy szeretnének visszanézni régi adatokat a betegekről, de nem tudnak, akár egy-néhány dolog az ő kórházi szoftverükben benne van, de nagyon sok információ nincsen benne. És ezt az applikációt, ezt a rendszert, ezt úgy alkottuk meg, hogy van egy beteg oldal, amit úgynevezett hemonapló beteg app, ahol a beteg beviszi az adatokat, és van egy centrum oldal, a centrum app, amit van nem mobiltelefonos, hanem rendes számítógépes felülete, ott pedig az orvos az adatokban tud nézelődni. Hogy a NEAC, az most új neve a NEAC, régen nevén OAEP, tehát az egészségbiztosítási pénztár felé is lesz egy adatforgalom a hemonapló használóitól. Ez nem azt jelenti, hogy az egészségbiztosítási pénztár látni fogja azt, hogy X vagy Y ki név szerint mit fogyasztott. Nagyon fontos, hogy ezt mi fejlesztők sem látjuk. Teljesen titkosítva vannak az adatok, nagyon érzékenyek az adatok, meg kell is felelni mindenféle adatvédelmi előírásoknak. Erre egy külön ügyvédi iroda készítette el nekünk, hogy nem csak hogy a sima, ez a GDPR, biztos sokan hallottátok ezt a GDPR adatkezelési szabályzatok, nem csak azoknak az adatok kezelési szabályzatoknak kell megfelelnünk, hanem ennél egy sokkal szigorú, ahol az egészségügyi adatokat kezeljük, itt már sokkal szigorúbb adatkezelési feladatok vannak, és pont ezért úgy csináltuk meg az egész fejlesztést, hogy mi, akik a fejlesztő csapat vagyunk, mi nem láthatunk rá a betegekre, titkos kulcsokkal védve vannak az adatok, amit csak az orvos és csak a beteg láthat. Az orvos láthatja az ő centrumához tartozó összes beteget, a beteg megláthatja a saját naplójában visszanézhető adatokat. És a NEAC felé pedig jelenleg is mennek adatok az orvosoktól, de ezek nagyon nagy késéssel mennek, 6-8 hónapos késés, mire összeáll a NEAC-nál az, hogy pontosan mihol, milyen mennyiség fogyott. A NEAC-ot nyilván azért lehet, hogy milyen mennyiségek fogytak. És jelenleg főleg itt vidéken hallani lehet, hogy probléma az, hogy nincsen annyi gyógyszer, mint amennyit az orvos kér. A NEAC rendszeresen nem küld annyit, mint amennyit kellene. És a betegeknek van olyan, hogy elmegy az orvoshoz, és csak pár napnyi, szerencsére ritkán, de csak pár napnyi gyógyszert tud megkapni. Na most, hogyha a hemonapló használata elterjed, már pedig bízunk benne, hogy el fog terjedni, és tényleg sokan fogják használni, akkor a NEAC számára is, aki ugye az ellátó, és mégiscsak ő egy nagyon fontos láncszeme az egész hemofiliás társadalom egészségügyi helyzetének, ő is látni fogja azt, hogy hol mennyi gyógyszert fogyott, és így a készletgazdálkodásában nem 6-8 hónappal később kell megtippelnie, és 6-8 hónappal később majd megmondja, hogy oda nem ment annyi, még se hiába az orvos kérte, nem ment úgy a gyógyszere, hogy kellett volna, hanem napra készen ezt látni fogják. Jelenleg az applikáció még fejlesztés alatt van,
bár már letölthető a, mind az androidos telefonokra, Play Store-ban, mind az iPhone-os telefonokra, App Store-ban letölthető. Még kisebb-nagyobb javítások vannak rajta, lesznek rajta, jelenleg egy teszt folyamat zajlik, majd mindjárt elérkezünk oda is, hogy meg fognak kérni titeket, hogy akinek itt van mobiltelefon, az vegye elő és töltse le ezt a Hemonapló alkalmazást az App Store-ból. Én küldtem is most az e-mail címekkel meghívót, mert bárki letöltheti ingyenesen az applikációt, viszont senki nem használhatja, csak azt használhatja, akit meghívott erre egy orvos. Most jelenleg én egy teszt orvos vagyok, egy tesztcentrumban, ide akármilyen valótlan adatokat, vérzéseket, bármit direkt majd vezessétek be, próbáljátok ki. A naptáron belül lehet majd eseményeket fölvenni, ezt majd mindent bemutatom. Mindent próbáljátok ki, és nyugodtan véleményezzétek. Van egy honlapunk, a hemonapló.hu, azon ott van a kapcsolatunk, azon e-mail címünk, telefonszámunk ott van, és lehet jelezni bármilyen hozzászólást, igényt, hogy ha valami változtatni szeretnétek, mert még a fejlesztés azért egy néhány hónapig tartani fog. Itt, hogy miket, majd mindjárt megnézzük gyakorlatban is, hogy miket lehet rögzíteni az applikáción, fontos az, hogy arra törekedtünk, hogy a lehető legegyszerűbb legyen. Mert hogy nyilván az, hogy a betegeket rávegyük arra, hogy ezt használják, tényleg akkor fogják használni, hogyha ez nem nyűg, hanem környezeti pillanatok alatt lehet benne adatot rögzíteni. Ehhez találtuk ki itt a harmadik pont, a vonalkódés Datamatrix alapú gyógyszerszkenner. Ez azt jelenti, hogy amikor én infúziót beszeretnék adni magamnak, akkor megnyílik automatikusan a telefonnak a kamerája, és ugye én adom be magamnak a gyógyszert, úgyis előttem van a gyógyszer, átállom, mellettem van a telefon, rányomok arra, hogy infúzió, a kamerában beolvasom ezt a vonalkódot, vagy a QR kódot, az minden adatot bevesz. Tudja, hogy mi a lejárati dátuma a gyógyszernek, tudja, hogy mi a lotszáma, ezek ilyen törvényi kötelezettségek, hogy ezt rögzíteni kell ahhoz, hogy a beteg napló funkcióját ellássa ez a szoftver, tudja, hogy ez milyen egységű, lementem, leokézom és kész. És amikor én ezt lementem, leokézom, akkor az én telefonom az a háttérben kommunikál a VAPS-szal. Ehhez a betegnek igazából semmit nem kell csinálnia, egyszerre a kezdetén be kell ezt állítani. Kell, hogy legyen egy olyan orvosa, aki a VAPS rendszerben benne van. Amennyiben nincsen benne az orvosa, akkor szóljon nekünk, és mi segíteni fogunk. Budapesten nagyon jó kapcsolatban vagyunk a Honvéd Kórháznak a hematológus orvosaival. Ők a zászlóvivői ennek a VAPS rendszernek itt Magyarországon is, és segíteni fognak ők, hogy a vidéken azok a centrumok, akik még nem léptek be, azok is lépjenek be. Amúgy pedig törvényi kötelezettség is, ezt a NEAK írja elő, hogyha egy beteg gyógyszert vált, tehát ha egy gyógyszerváltoztatást végez az orvos, akkor kötelező PK-görbét felállítani. Tehát ez egy igazából egy ilyen szerencsés helyzet, hogy kötelező, mert ugye a PK-görbe alapján derül ki az, hogy az a gyógyszer most naponta, két naponta, vagy három naponta milyen mennyiségeket kell adni. És az orvos ezt beviszi a VAPS rendszerben, a személyre szabottan, majd pedig az applikációban, a beállításokban egyszer be kell állítani azt, hogy kötődjön össze ez a két applikáció a háttérben. Nem kell utána majd a betegnek a VAPS-ot használnia, egyszer kell letölteni a telefonjára. Ezt az orvos, amikor a PK adatokat beviszi a VAPS-hoz, ezt is be tudja állítani a betegnek, tehát itt kell az orvos beteggel azért egy összhang az elején, de ha ez egyszer összeáll, akkor onnantól kezdve csak a hemonaplóba kell rögzíteni mindenfajta eseményt, és a VAPS, aki hitelesen ki tudja számolni a PK-t, mert azért ez egy nagyon komoly kutató munka, mi nem voltunk ahhoz eléggé bátrak, meg sem olyan szaktudásunk nincsen, hogy mi magunk kitaláljunk egy ilyen PK-görbe számításokat. A világon a hematológus orvosok elfogadják a VAPS rendszerét, a Nemes főorvos úr is Budapesten őket ajánlotta leginkább, hogy az ő rendszerük
az, ami legnagyobb, legjobban használható, ez a McMaster Egyetemhez tartozik Kanadában, vagy a fejlesztés, és a VAPS mindent kiszem van a háttérben, a beteg pedig látja grafikusan majd a telefonján az aktuális PK szintjét, tehát igazából a beadás pillanatában ugye fölmegy a PK szint, és pár órával később ugye látja majd a beteg éppen, hogy hol áll, ezt szépen grafikusan megjelenítjük, ezt is majd meg fogom mutatni a mi betegnaplomban. Itt ezt már láttunk édesapám előadásában, tehát hogy a VAPS az tényleg az egész világon egy elfogadott rendszer, nyugodtan hihetünk nekik, hogy az ő számításaik azok jók. Fontos az is, hogy azért ez a VAPS, ő is elmondja, hogy ez egy becslés. Bár mondjuk azt is megmondja, hogy az ő becslése 95%-os pontosságú. Tehát azért nagyon pontosan becsül, de ez azt jelenti, hogy 1-2%-kal lehet a valóság az több, mint amit éppen mutat, vagy kevesebb. Tehát azért nagyon fontos, amikor 20-30%-on vagyunk, akkor teljesen mindegy az 1-2%. Azért, hogyha 10% alatt van az ember, akkor ott már nem minden. Tehát igazából azért ezt nem lehet annyira szentírásnak venni, hogy most még 4%-ot ír nekem, és akkor én még 100% biztonságban vagyok, és hogyha majd 3%-on vagyok, akkor leszek mondjuk veszélyben, mert az orvos egyedileg beállítja azt, hogy ki hány százalékon van veszélyzónában. Mert például édesapámnak úgy állította be az orvosa, a kezelőorvosa, hogy 15%-ig van zöld, hogy teljesen akármilyen fizikai aktivitása lehet, a sárga zóna óvatosabb mozgás ajánlott, és azt neki apukámnak 3%-ra van beállítva, és 3% alatt van a veszélyzóna. De ezt minden orvos a betegének egyedileg egyszer be tudja állítani, utána igazából ez évekig jó. Tehát azért ezzel nem kell havi szinten, napi szinten foglalkozni, azt ajánlják, hogy mondjuk egy 3 évente érdemes, vagy egy nagyobb testsúlyváltozáskor érdemes újabb PK-t fölvenni, vagy persze, ha gyógyszert változtatunk. Tovább lépünk. Néhány vágókép igazából, hogy mivel fogunk találkozni az applikációban. Itt, ahol ezt az én próba applikációmban, mert én is ugye tesztelem az applikációt, vágtam ki ezeket a képeket. Nekem nyilvánvalóan nincsen MyVAPS adatom, nekem nincsen PK-görbém. Fontos, azok a betegek is tudják használni az applikációt, akik mondjuk például 7-es faktorosok, mert őnekik bár a 7-es faktorra nincsen PK számítás, nincsen faktor százalékos számítás, de ők is ugyanúgy a kezelésüket tudják rögzíteni, ugyanúgy be tudják olvasni, le tudják menteni minden nap, vagy minden alkalommal a kezelésüket, tehát őnekik is adott az, hogy mivel ezt a rendszer az orvos is látja, le tudja az orvos ugyanúgy okézni azt, hogy a beteg valóban használta a gyógyszereit, mint ahogy jelenleg most a papír naplóban. És akkor most áttérek a másik számítógépre, és apukám telefon lehet módosítani. Sajnos amúgy az applikációnak van még egy-két gyerekbetegsége, például a dózis mennyiséget még nem tudunk módosítani, és egy-két apró nagyon fontos hibája még van az applikációnak. Még itt fejlesztés alatt vagyunk, de ti, akik itt vagytok és eljöttetek erre a konferenciára, ti magatok is tesztelők vagytok, tőletek is várunk bármilyen hozzászólást, hibát, és azokat pedig javítani fogjuk. Amúgy egy ilyen applikációnak a fejlesztése borzalmasan lassú és borzasztóan nehéz. Tehát effektíve a kutatómunka az tavaly kezdődött, hogy legyen az applikáció, és február óta egy kis fejlesztői csapat ezen folyamatosan dolgozik, és még mindig nincsen teljesen kéz, de most már elvették egy dalaszkennel. Jó, tehát most, hogyha a apukám telefonján megnyitom most itt az alkalmazást, itt a nyitó oldalon láthatjuk az alapfő funkciókat, kezelhetjük magunkat, kezelést rögzítünk, naptár, statisztika, készlet, stb. Nem is akarom direkt felolvasni, menjünk sorba mindenen. Bal felső sarokban, hogyha ráklikkelek,
ide a, szerintem a mouse. Kis fejecskére. A kis fejecskére a bal felső sarokkal, így itt a mouse-en mutatom, hogy, hogy ugye itt voltam. Akkor látom, hogy én ki vagyok. Ezeket az adatokat, amik itt vannak, ezeket az adatokat én nem tudom módosítani. Ezeket az orvos fogja megadni akkor, amikor meghív. Mert jelenleg én most kiküldtem mindenkinek egy meghívót, de a meghíváskor én nem töltöttem ki semmilyen egészségügyi adatot. Az orvos, illetve az orvos asszisztense ezt egyszer, hogyha megteszi, onnantól kezdve ez nem lesz további munka, de egyszer meg kell tenni, és ezeken az adatokon végig tud menni, és nem minden, nem minden sor kötelező, tehát például nem kötelező, hogy megadja feltétlenül egy beteg a telefonszámát, de van néhány sor, ami kötelező, például a tajszám, vagy az egészségügyi diagnózissal kapcsolatos dolgok. És itt amúgy a profilomon belül itt van egy exportálási lehetőségünk, tehát amint majd az adatok elkezdenek ebben gyűlni, kiexportálhatjuk PDF-ként, és azt a saját e-mail címünkre fogja az applikáció elküldeni, ha valaki ehhez ragaszkodik, de igazából a magát a naptár funkcióját is úgy csináltuk meg az alkalmazásnak, hogy könnyen jól átlátható legyen, tehát nem feltétlenül kell majd ezt az embernek saját nagy asztali számítógépre kivetítve olvasni PDF formátumban, hanem akár a telefonon is bízunk benne, hogy jól kezelhető legyen. Lesz itt alul az ellenjavalt a gyógyszerek listája. Jelenleg ez a lista még ez nagyon rövid. Ezt a listát bővíteni fogjuk. Ez is nekem éppen egy házi feladat, ez a lista sokkal hosszabb, ugye? De itt látható lesz majd, ez ugye a profilomnak a legalján, a hemofiliásoknak nagyon sok gyógyszert nem ajánlatos szedni, elsősorban diklofenát tartalmú gyógyszereket. Hogyha visszamegyünk ide a kezdő oldalra, menjünk így akkor sorba tovább, jobb felső sarokban van az emlékeztető. Jelenleg ugye azoknak, akik még nem azoknak, akiknek még nincsen beállítva és nem kezdték el használni ugye az applikációt, azoknak itt nincsenek adatok, de miután már elkezdjük használni és beállítjuk, hogy hogyan kell, mikor használni a rögzíteni adatokat, rögzíteni gyógyszerbeadást, akkor ez értesítésként megjelenik itt a telefonon. És ugye nem csak az értesítő a jobb felsőben. Az értesítés arról, hogy én elfelejtettem, itt jobb felül egy ilyen kis csengő. Ugye az nem csak akkor látom, hogy nekem valamit kellene, mondjuk be kellene adnom egy gyógyszert, hogyha belépek az applikációba, hanem akkor is, hogyha az applikációból ki vagyok lépve, akkor is mint egy SMS bejön nekem egy emlékeztető, ezt beállíthatom, hogy kérem vagy nem. Hogyha már a beállításokat már félig meddig elkezdtünk ismerkedni, mert az első belépéskor néhány beállítást már meg kellett tenni, de most ide kattintsunk rá a beállításokra. Itt most jelenleg egy komoly hibám még van, hogy a beadandó mennyiséget nem tudom módosítani. Édesapámnál pont egy szerencsés eset, hogy ő ezres a kiszerelése és ezres a dozírozása, de nem tudom átállítani még. Hiába ide nyomogatok, nem tudom átírni. Ez, ha minden jól megy, az elkövetkező két hétben lesz egy, jönni fog egy automatikus frissítés, tehát nem kell újra letölteni a telefonra az applikációt, ez majd változtatható lesz. Utána a profilaxis módja, még ezen a megfogalmazása, hogy rendszeresen ismétlődő, vagy rendszertelenül ismétlődő, ezen még gondolkozunk, hogy hogyan lehetne szebben fogalmazni. A lényeg az a rendszeresen ismétlődő, amikor nem egy-egy naphoz, egy hétfő szerda péntekhez kötöm, hanem beállítom alatta, hogyha rányomtam arra, hogy rendszeresen ismétlődő alatta, a következő sor, hogy hány naponta, beállíthatom, hogy hány naponta. Ez mondjuk abban a szempontból jó, hogy ugye például a szegedi doktor úr mondta, hogy van ez a probléma, hogy hétfő szerda pénteken kezelik magukat,
és utána, hogyha a két naponta való kezelést kellene követni, akkor a következő kezelésen péntek után vasárnap lenne. De utána a következő héten már nem vasárnap van, aki nem vasárnap, nem hétfő az első nap, hanem kedd az első nap, tehát utána a következő héten már kedd csütörtök szombat, és ez, ebben a beteg úgy belezavarodik, hogy nem fogja tudni követni. De hogyha ezt egy, beállítom, hogy két naponta engem az emlékeztessen, egy ilyen SMS-szerű üzenetet kapok a telefonja, az push notification-nek hívják, tehát itt egy ilyen kis megjelenik egy üzenet, hogy nekem beadás következik, beállíthatom be, hogy ez mikorra esedik és amúgy az én beadásom. Apa például 8 óra 14-re állította be reggel a kezelését, mindenki beállíthatja neki tetszőnek, és itt még a beállításokban be tudom állítani a készletet is. Kérdés? Van akkor, hogy egy nap kétszer kell adni. Tehát mind a két beadástól szintén aznak. Így van. Mind a két átszor, vagy háromszor. Akárhány. Különböző dózis. Különböző dózis. Tehát ugye az van, hogy ezres, mondjuk, hogy 1500-at akarok beadni. Egy nap be kell adni, reggel 2000, délbe 1000, este 3000. Ezt hogy rögzítem? Egy napon belül. Egy napon belül. Ezt rögzíteni tudom, viszont ugye azt, hogy beállítani erre a figyelmeztetőt... Nem a figyelmeztetőt, hanem hogy azt tudom rögzíteni. Azt minden további nélkül. Igen, igen. Majd de most itt a profilaxis-szerű adagolást állítom be a beállításokba. Beállítottam ugye, ha engem zavar az, hogy engem bármire figyelmeztet a telefon, akkor azt nyilván ki tudom kapcsolni, mint ahogy ki tudom kapcsolni az alacsony készletet, az alacsony készlet miatt értesítsen, vagy az elmaradt beadás, vagy a következő beadás. Itt amúgy jelenleg a beadás után, hogy engem szólítson meg, hogy elmaradt a beadás, amit most be van állítva például 15 perc, ezt átállíthatom. A beadás előtti értesítést az 5 percre állítottuk automatikusan, ez is egy hiba, ezen is változtatni fogunk, tehát a betegek saját maguknak állíthatják be, hogy mondjuk én azt szeretném, hogy fél órával a rögzítés előtt nekem szóljon, tehát hogyha apukám esetében 3-7-kor szólna neki a telefonon, 4-8-kor lesz, van egy közelgő beadása. Itt, hogyha tovább lejjebb megyek, ugye itt még annyit tudok megcsinálni, hogy itt lesz a beállításokban, amit egyszer meg kell csinálni azoknak a betegeknek, akiknek van PK-juk, hogy a vakszal összekössék. Igen? Visszamenőleg mennyi idő az, amit tudok rögzíteni? Hát ha nem rögzítem aznap... Rögzíteni lehet visszamenőleg, akár egy évvel is. Ebben nincsen tiltás, korlátozás. Jelenleg, amiben korlátozás van, hogy semmit nem törölhetek. Ez így nem jó. Ezen most még tárgyalunk. Ha valamit véletlenül rögzítek, azt nem törölhetem. Ugye itt most tárgyalunk, vagy gondolkozunk azon, hogy mennyi lehet az az idő, amin belül engedjük meg a betegnek, hogy kitöröljön, legyen ez egy nap, egy hét, egy hónap. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ugye az adatok titkosításra kerülnek. És onnantól kezdve, hogy titkosítva van az adatokban, hogy bármit az adatokat lehessen kezelni, az csak azok az adatok validok, amin már nem lehet változtatni. Tehát ugye, hogyha mondjuk egy centrumban egy orvos belép majd a centrum részébe, és meg szeretné nézni, hogy akár nem egy beteg, hanem 10 beteg mennyit fogyasztott mondjuk a múlt hónapban, akkor ő ezt egy szűréssel meg tudja csinálni. De hogyha mi engednénk azt, hogy módosítsuk, akkor már az orvos számára nem lenne hiteles ez az információ, mert lehet, hogy holnap kitörő belőle valamit a beteg. És akkor az orvos... Tehát ezért van az, hogy most egyelőre ez még tárgyalásban van, azt gondolom én személy szerint, hogy egy hetes intervallum lesz, amit megengedünk, hogy lehessen törölni egy hétre visszamenőleg, és akkor az orvos, ami adatot néz, akkor az már biztosan tudja, hogy ami több mint egy héttel ezelőtt történt, az már akkor tényleg megtörtént. Mert egy hét alatt bízunk benne, hogy a beteg rájön, nyilván előfordulhat így is hiba,
de a hibázási lehetőséget azért ezzel csökkentjük. Tehát azért véletlenül ne töröljük akkor ki tavalyi műtétet, ami megtörtént, mert megnézve a tavalyi bevérzést, az orvos meg tudja nézni mondjuk, hogy idén az összes betegem hányszor vérzett be, tavaly az összes betegem hányszor vérzett be. Tehát azért is nagyon fontos ez, hogy a betegek jól használják jelenleg egy ilyen rendszert, azért is nagyon jó lenne, hogyha ez el tudna terjedni, mert ez az orvosok munkáját nagyon megsegíti. És ugye az orvos-beteg kapcsolat az borzasztóan fontos, mert nagyon egymásra vannak utalva. Az orvosnak akkor a munkája, ha van betege, ha él betege, ha ő, a beteg pedig akkor egészséges, hogyha az orvosával jó kapcsolatban van. És hogyha mi ezt, ha betegként ezt jól tudjuk kitölteni, és az orvosok számára jó adatbázisokat csinálunk, akkor ez az orvos számára nagyon hasznos tesz arra, hogy minket jobban kezeljenek. Úgyhogy igazából itt, akik használják ezt az applikációt, az gyakorlatilag a jövő orvos társadalmának egy segítséget nyújt, a jövőt építi, hogy a jövő orvosai egyszerűbben, könnyebben, jobban átláthatóbban, pontosan lássák, hogy hogyan kezeljék a betegeket, ne talán ugyanannyi gyógyszermennyiséggel, több beteget vagy meglátják, hogy több gyógyszermennyiség kell ahhoz, hogy ugyanennyi betegen jobban legyen ellátva. A beállításokról most lépjünk ki, kiléphetünk, hogyha megnyomom a kezdő oldalt alul, majd visszaléphetek úgy is, hogyha ez a bal felső kis visszanyílat megnyomom. Én most például megnyomtam a kezdő oldalt. És akkor meg szeretném azt mutatni, hogy mi betegek hogyan tudunk ide adatokat bevinni. A legtöbbször használatos dolog, amit a műveikújunkra is rá tud állni, az a kezelés. Amikor erre rányomok, akkor az első használatkor megkérdezi a telefon, hogy hozzájárulja a kamerának a használatához. A minden gyógyszeren most már szerencsére a szabályozás is ehhez fölnőtt. Idén februártól kötelező, hogy legyen QR kód. A QR kód ez a négyszögletes kis kód. Hát itt most nincsen sajnos nálam gyógyszernyomhoz, amin ezt ki lehetne próbálni. De az a lényeg, ezt a funkciót nagyon kérem, hogy próbáljátok ki, hogy jó-e, hogy jól működik ez a leolvasás. Tehát előveszi az ember a gyógyszeres dobozát, és megkeresi rajta azt a kis négyszögletes QR kódot. Ezeket még meg kellene tudni. Most itt az van, hogy hiába olvastam be apám a gyógyszerét, azt mondja, hogy sikertelen gyógyszerazonosítás, nincsen még megfelelő kód hátul, ezen is most dolgozunk. Sajnos ez pont egy ilyen szerencsétlen szituáció, de az jó lenne, hogyha ti is kipróbálnátok, hogy nálatok ez működik-e. De amennyiben ugye visszamegyek a kamerához, amennyiben nem akarom a kamerát használni, kézzel is bevihetem az adatokat. A kamerás beolvasás az sokkal kényelmesebb, mert semmit nem kell bevinnem, a kamera ebből az adatból mindent azonnal beolvas. Amennyiben ugye kézzel viszem be, akkor kiválaszthatom a beadásokat. Amúgy a kamerás beolvasásnál is kiválaszthatom a beadásokat, hogyha véletlenül mondjuk egy bevérzés miatt adom be. Itt most én kiválasztom a gyógyszer nevét. Beírok egy akármilyen lotszámot, most teljesen mindegy, csak a próba kedvéért. Egy lejárati dátumot sem kellene nekem beállítanom, hogyha kamerával leolvasnék. Ez sajnos jelenleg most ez egy kötelező dolog, hogy a lejárati dátumnak is szerepelnie kell. És jegyzetnek csak simán beírom azt, hogy bla bla, most direkt csak teszteltem egyet, és utána lementem. Rányomok arra, hogy mentés, és leokézom, hogy én sikeresen le tudtam menteni. Ezután a naptáramban ez a beadás rögzítés megtörtént. Na most én is láttam azt, hogy ez itt egy kicsit körülményes volt, itt kézzel bevinni az adatokat, pont ezért találtuk ki a kamerás szkennelést, hogy ezt gyorsítsuk ezt a folyamatot. De amúgy, hogyha én egyszer már megtettem ezt a beadást, akkor itt, hogyha a naptárba belépek, az események között alul, itt látom, hogy az események a naptárban alig voltak. Nagyon jó, köszönjük szépen. Szuper.
ezt mindjárt akkor ki is próbáljuk majd. De itt új eseményként azt is létre tudom venni, ahogy azt is meg tudom nyomni, az utolsó esemény ismétlése. Tehát, hogyha valaki csak rendszeresen a mindennapos beadása van, akkor azt nem kell újra kitöltögetni. Egy sorozat, amit hazaviszek gyógyszert, azoknak a lotszáma, hogy lejárati dátuma is ugyanaz, tehát le tudom menteni, és ezzel így le tudom okézni egyszerűen, ahogy az utolsó esemény megismétlem. Na most megkeresem, kicsit rosszabb a fényviszonyom. Világítást, itt tudok kapni a hang. Lehet, hogy itt jobb lesz. Megpróbálom akkor most ezt a kezelést, ezt a QR kódot leolvasni. Igen, hát ez sem. Nem jó. A nulla. Valószínűleg az adatbázisomból hiányzik a... Egy adat. Egy adat, úgyhogy sajnos ez a kamera funkció most még nem működik. Szólni Laci. Szólni fogok így, mert nem mondják itt a tesztelő, fogok kérdezni meg a kérdésítést, hogy most már ezt ki lehet próbálni. Ez sajnos nagyon ciki, hogy ma ide akartam volna mutatni, de sajnos a fejlesztők azok nagyon lassan dolgoznak. Gyorsan menjünk is tovább, és akkor végig szaladok rajta. Ami még itt egyszerű felület, az a készlet. Ha a készletre nyomok, itt egyszerűen látom, hogy mennyi készletem van, és mennyit használtam el. Itt automatikusan, amikor én beadok egy gyógyszert, akkor azt a gyógyszert levonja az egy készletemről, és üres ampulának tünteti föl. De ugyanígy föl tudok venni újat, szkenneléssel vagy kézi adatbevitellel jelentkezik. Amikor készletet töltök fel, akkor csak egy doboz kell szkennelni. Egy doboz kell szkennelni. És mellé beütni, hogy 30 darab. És utána ezt akkor megmutatom. Tehát a készlet, új felvétel, szkennelés. Én sajnos nem tudok szkennelni, kiválasztom akkor, hogy ez az advét. Azt lementem, és akkor, hogy ez az ezres. És a darabszámot pedig átírom mondjuk 30 darabra. És akkor lementem, és akkor átváltozott, hogy most már 67 darabban. Hoppá! És ugyanez, amikor a visszaváltásnál, amikor az üres dobozokat adom vissza, akkor egyszer megnyomok arra, hogy visszaváltás, visszaváltom ezt az 5 darabot, leokézom, és visszaadtam az orvosnak, és akkor most már 0 darab üres ampulám van. Ez jó lenne, hogyha az emberek vezetnék ezt így. Nem kell ugye napi szinten ezzel semmit se csinálni, mert automatikusan vonja le a készletemet. Egyedül a feltöltéskor, meg a leadáskor kell nekem elvégezni azt, hogy feltöltöttem, leadtam. Ez abból a szempontból hasznos, hogy az orvos is látja, hogy mennyi van most nekem éppen a betegemnél, mennyi gyógyszer van kint. Mi a lotszám? A lotszám az itt a itt rajta van a gyógyszeret, akármint beírhatunk. Akármint beírhatunk jelenleg, ugye, de amúgy ez sajnos, ez egy ilyen átváltató tényező, ez kötelező rögzíteni. Igen, de meg is tagadja magad. Nem engedi addig lementeni a beadást, amíg ezt a lotszámot be nem írom. Ezt is kézzel beírni, ez egy kinyódás. Pont ezért kell megtanulni. De várjál, ezt nem érted? Nem. Most csak annyit kell beírnod, hogy ABC rondszám, így hülyeség. Igen. Most ez tesztelés. Most igen, tesztfunkció van, akár jól tudom. Kész. Lejárati dátum, ide meg kiválasztod ennek a hónapnak a végét. Akkor ő mindig írt, akkor... Várjál tovább, és most van olyan, hogy jegyzetként beírod azt, nem kötelező jegyzet. Nem kötelező jegyzet. Akkor mentés. Tehát most a termény beírhat. Sajnos a kezelésnél ott kötelező, hogyha ide a kezeléstől visszamegyek,
kötelező lotszámot, meg lejárati dátumot megadni, ezt jelenleg sajnos kézzel kell megtenni, de onnantól kezdve a szkennerünk, onnantól kezdve megoldani kézzel. Ha a szkenner fog működni, ha megtérti, akkor már nem lehet kézzel fejlődni, hogy jövőd ezeket. Jó. Szerintem mi most már egy 5 percen belül beszélhetnénk fejezni. Mert most már nagyon elhúzódott ez az egész előadásunk. A naptárt szeretném még megmutatni, mert a naptár igazából az, ahol mindenféle eseményeket tudunk kezelni, mert a főoldalon kezelésnek csak a gyógyszerbevitele van. És a új eseményre rájönnek itt a naptárnál, itt akkor megjelennek ezek az események, amik az én betegségemmel összefügghetnek. Infúzió beadása, vérzés, műtét, orvosi vizsgálat, gyógytornak. És ezeket szépen bármelyiket, hogyha megnyitom, értelemszerűen mindent ki kell tölteni, és akkor le tudom menteni. Kattints rá a vérzésre? Mert ott az nem baj, ha tanuljuk. A vérzés okánál beállítom mondjuk azt, hogy baleset. Tovább lépek, vérzés típusa. Beállítom, hogy mondjuk egy ízületi. Vérzés helyének beállítom azt mondjuk, hogy ez a karom volt, tovább lépek, beállítom, hogy az ujjaim, beütöttem az ujjamat, vérzés oldala, beállítom, hogy mondjuk a jobb oldalon. Nem bír követni. És akkor jegyzetnek pedig beírom azt, hogy elestem. Várj meg. Elest. Ezt most akkor kiírtam, lementem. És akkor itt láthatom, hogy ér valamit? Tovább lépek, látom, hogy ez egy a vérzésem egy baleseti volt, ízületi, az ujjaim a jobb oldalon, vérzés intenzitását, azt még nem mutattam, hogy a vérzés intenzitására, hogyha lányom, akkor ha visszalépek a szerkesztéshez, vérzés intenzitására lányom, ott egy csúszkával tudom állítani. És akkor itt is látjuk, hogy egy ilyen csúszkával a vérzés intenzitását tudom állítani, rányom akkor tovább, és mentés, és akkor létrejött. És akkor innentől kezdve nekem itt a 19. én, hogyha a naptárt is betölti és visszajön, picit lassan jön át. A 19. én a napi szöveg. Akkor ott van, hogy reggel kihagyott infúzió, de utána beadtuk az infúziót. Infúziót most beadtunk itt próbaképpen este most kétszer is. 19-26 volt egy vérzésem is. Nyilvánvalóan ilyen sok minden adatbevit erre a hétköznapi életben majd nem lesz szükségünk. Tehát ugye ezek a speciális egy-egy helyzetek, nem kell ezzel majd naponta fél órát kilónni, hogy ezt rögzítsük. Egyedül a gyógyszerbeadás, ugye, amit hetente többször is használunk. A többi az ritkán használ, de nagyon fontos, hasznos eseményeket lehet rögzíteni. Most már ígértem, hogy 5 percen belül befejezem, úgyhogy szerintem most már ennyi. Bármilyen kérdés, hogyha valami nagyon sürgős kérdés van, akkor azt most lehet mondani. Bármilyen kérdés később a használattal kapcsolatban, meg ugye az egy fontos kérdés, hogy mikorra lesz igazából lesz kész. Mi azt gondoljuk, hogy szerintem úgy készen, hogy ezt valósan lehessen használni, azért az még egy pár hónap. Tehát mondjuk a tavasz folyamán már mindenképp, de bízunk benne, hogy azért az év vége felé január februárra már ez egy olyan verzió lesz, ahol olyan állapotban lesz ez az applikáció, hogy tényleg az orvosokat, de az orvosokat is meg fogjuk látogatni, az orvosokat is meg fogjuk tanítani az ő felületüket, addigra ki fognak derülni a különböző problémái az applikációnak, addig meg dolgozunk azon, hogy a lehető legegyszerűbb, legkényelmesebb legyen, és akkor remélhetőleg tavasszal már erre ezt el lehet kezdeni intenzíven használni, valós körülmények között. Úgyhogy ez a jövő, jelenleg most ennek a jövőnek a kezdetén vagyunk,
és bízunk benne, hogy egy év múlva már itt arról tudunk beszélgetni, hogy kinek milyen tapasztalatban vannak a gyakorlatban, mondjuk a nyári táborban. Menjünk vacsorázni! Gyerekek, van még valaki megkérdése? Óhajtóan! Thank you.